Magyar Falu program sikeres volt, a megye 3 év alatt 20 milliárd forintot használtak fel. Értéktár konferencia, már 146 tagja van a megyei listának. Elismerés, Óze díjat kapott Tóth Károly, a Móricz Zsigmond Színház színművésze. Már január elején megjelennek a Magyar Falu program jövő évre vonatkozó első pályázati kiírásai. 2022-ben összesen 70 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú települések. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvai nagyon sikeresek a programban. A 3 évvel ezelőtti indulás óta csaknem 20 milliárd forint fejlesztési forráshoz jutottak az önkormányzatok. A program 3 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy fejleszte az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú települések infrastruktúráját és alapszolgáltatásait. Nyírkarászon ez az orvosi rendelő a Magyar Falu programnak köszönhetően újult meg. Ugyanitt a községháza energetikai korszerűsítését is ilyen pályázatból végezték el. Leveleken belterületi utakat aszfaltoztak újra, rövidesen pedig a piac és a ravatalozó felújítását kezdik meg. Bökönyben házakat alakítottak át szolgálati lakássá a nyár folyamán. A program 3 évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy fejlessze az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú települések infrastruktúráját és alapszolgáltatásait. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falvak a kezdetektől nagyon sikeresek a Magyar Falu programban. A program 2019-es indulása óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sikerült közel 1400 nyertes pályázatot kihirdetnünk a pályázati rendszerben, és emellett természetesen folytatódott a falusi csokis és az állami mellékúthálózat fejlesztése is. Ami azt jelenti, hogy tekintettel arra, hogy a megyében 214 olyan település helyezkedik el, amely 5000 lélekszám alatt, ugye ez a kedvezményezett körül a Magyar Falu programnak. Ez azt jelenti, hogy a program indulása óta átlagban településenként 6 nyertes pályázatot már magáinak tudhat minden kis település. És összességében egyiket megközelítőleg 20 milliárd forintot fizettük már ki ezekre a pályázati fejlesztések. Jövőre is 14 pályázati kiírást hirdetnek meg, melyekből néhány már januárban megjelenik. A miniszterelnökség idén is felmérte a falvak igényeit, ennek megfelelően újra lesznek újdonságok a fejlesztési lehetőségek között. A tárca emellett azon dolgozott, hogy a pályázatok átfutási ideje lerövidüljön, így a falvak gyorsabban juthatnak hozzá a megítélt támogatáshoz. Az eljárásrend az eddig is híresen jó volt a Magyar Falu programban, hiszen úgy ismerik a Magyar Falu program pályázatait, mint gyors, rugalmas, a méltányosság intézményét is ismerő pályázati eljárást. De ezt még tovább tudjuk gyorsítani, hiszen eddig is vállaltuk azt, hogy a pályázatok kiírását követően legkésőbb 120 napon belül döntéseket hozunk a pályázatokról, ezt még tovább tudjuk gyorsítani nagyjából 90% környékére. Ez azt jelenti, hogy korábban jutnak a nyertesek a pályázati támogatáshoz, ami ugye azért is fontos, mert hogyha közben az építőanyagárak változnak esetleg, akkor így ennek segítségével ki tudjuk küszöbölni azt a kockázatot, hogy önerőhöz kelljen folyamodni a kedvezményezetteknek. Természetesen lesznek az idei évben, pontosabban a jövő évben is újdonságok, minden évben jelentkezünk újdonságokkal. Egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy mindezen újdonságokat nem mi találjuk ki, hanem maguk a falvak kérik ezeket a változásokat. A jelentősebb újdonságok közé sorolható, hogy a falusi bölcsődei épületek felújítására és azok eszközbeszerzésére is lehet majd támogatást igényelni 2022-ben. Emellett újabb elemekkel bővül az orvosi rendelő felújítására lehetőséget adó pályázat. A jövő évben már nem csak a házi orvosi helyiségek fejlesztésére kapható forrás, hanem a fogorvosi kezelőegységek és speciális székek beszerzését is támogatja a miniszterelnökség. 2022-ben összesen 70 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak a magyar falvak, amelyet azonban a tárca az igények szerint akár növelhet is az év folyamán. Megyei fejlesztésekről, az elmúlt és a következő uniós költségvetési ciklus feladatairól adott interjú televíziónknak Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. A politikus azt mondta, az elmúlt 7 évben több mint 800 projektet indítottak el, mintegy 100 milliárd forint értékben, amelynek eredménye már meglátszik a megyei településeken. 27 kerékpárút
épült. 47 belvíz elvezető csatornát tudtunk megújítani 47 településen, lehet, hogy kevesebb településen, azért városban azért többet, több projektet is érinthet. Zöld város kialakítása 21 esetben, turisztikai fejlesztések, 56 óvoda építés, illetve a felújítás valósult meg, 51 bölcsőde, ez különösen érdekes, hiszen ennek eredményeképpen elmondhatjuk, a bölcsődei már nem városi intézmény, hanem sok falusias jellegű települése is megjelent. Mindez ugye gazdaságfejlesztési célt szolgál is, hiszen így az édesanyák előbb munkába is tudnak állni, hogyha a családnak a anyagi szükséglete ezt indokolják. 18 ipari parki fejlesztést valósítottunk meg. Foglalkoztatási paktumokról ugye beszéltünk, a jövőben is lesz ilyen. Még majd fogunk is. És fogunk is. 120 energetikai projekt, ez különösen érdekes, ennyi intézmény. Iskolákat ebbe bele sem veszük, hiszen az egy másik operatív programnak a keretéből, energetikai felújítási keretéből újult meg, de ebben benne van a polgármesteri hivatalok, idős otthonok, otthona, óvodák, felújítás energetikai szempontból ez jelentősnek mondható. Tehát számos programot tudnék mondani, akár számszerűsítve is, az elmúlt 7 éves zárásra készülve ezeket kollégáim kigyűjtették. Ez nagyjából 100 milliárd forintos fejlesztés. Én remélem és bízom benne, hogy ezek már meglátszanak a települések arculatán is, és hát a következő 7 évben is nagyjából 100 milliárd forinttal tervezhetünk. A megyei közgyűlés elnökével készült évértékelő beszélgetés teljes egészében a Híradó után kezdődő 35 perc című műsorunkban láthatják. Értéktárkonferenciát rendeztek kedden a Megyeházán. A tanácskozáson elhangzott, hogy idén 146-ra nőtt a megyei értéktár elemeinek listája, emellett a Magyar Nemzeti Értéktár tagjai lettek az újfehértói Fürtösmegy, az Ema porcelán ékszerek és a Beregi keresztszemes hímzés is. Mária Pócs pedig, mint nemzeti kegyhely bekerült a hungarikumok közé. Katonának adott a sék! A toborzást játszották el júniusban a múzeumfaluban. Ott tartották a Verbunk napját. Számtalan olyan programot szerveztek a Szabadtéri Múzeumban, amely a megyei értékeket mutatta be. Sőt, 2022 tavaszától egy olyan új állandó kiállítást terveznek, amely az értéktár valamennyi tárgyát bemutatja. Nagyon szorosan összefonódik a múzeumfalu és a megyei értéktár munkája, hiszen értéktári eleme a Sustói Múzeumfalu. Duplán is az, hiszen a tirpák népi építészetet is mi képviseljük egy cigánybokri házzal, ami a múzeumfalu területén található. A Sustói Múzeumfalu alapítása óta a megyei népi építészet bemutató helyévé vált. Hát 1979-es nyitás óta folyamatosan azon munkálkodik egészen napjainkig, hogy bemutassa és a mindenkori generáció számára tovább vigye az örökséget, a hagyományt, amit itt a mi megyén képvisel. Identitásképző intézmény vagyunk. Fontos az, hogy a hagyományőrzés mellett az én tudatunkba beépüljön az, hogy mi ide, ez a megyéhez tartozunk. Múzeumfalu idén Hungarikum pályázat keretében egy új állandó kiállítást pályázott meg, aminek a keretében jövő év tavaszán szeretném megnyitni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárral közösen új állandó kiállítás, egy Túr István dicsőrben kialakított tárlat. Ez egy interaktív tárlat lesz, amelyben minden értéktári elem szerepet fog kapni, bemutatásra kerül, digitális felületeken, manuális terekben, kreatívan, innovatívan mutatjuk be, hogy milyen elemek is vannak a mi megyénkben. Ennek kapcsán egy értéktárkonferenciát szerveztek a Megyeházán. A rendezvény az Itthon Együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pályázat része volt. Az eseményen elhangzott, az értéktármozgalom nem csak a megyei identitás és a település identitás szempontjából fontos, de a nemzeti identitás tudatunkat is erősíti, hiszen ez megmaradásunk zálogát jelentheti. A megyei értéktár idén tovább bővült, a mintegy 146 elemet tartalmazó listán megyei kötődésű hungarikumok is szerepelnek. A Magyar Nemzeti Értéktárba bekerült az utóbbi időszakban egyrészt ugye az újfehértői Fürtösmegy, amellett bekerült a Zema porcelán, mint egy modern korban keletkezett, hagyományokra épülő megyei érték, és ott van a Beregi keresztszemes hímzés is, amely az egyik
szívemhez legközelebb álló érték, és a hungarikumok között pedig Mária Pócs, mint nemzeti kegyhely került be abba a rajstromba, amely azokat a kimagasló nemzeti értékeket gyűjti magában, amelyeket mi hungarikumokként ismerünk, de már felterjesztettük a beregi keresztemes hímzést is, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő években még több sikerről és még több hungarikumról, megyei kötődésű hungarikumról tudunk majd beszámolni. A megyei értéktár listája a napokban Gróf Lúnyai Menyhérttel, valamint Sukta Bertalanné keresztszemes hímző népi iparművésszel bővül. Sorsjegyet vagy akár 4000 forintos vásárlási utalványt ad az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Azoknak, akik az ünnepek után beviszik hozzájuk a leszedett karácsonyfát. A vágott és letisztított fenyőért sorsjegy, a cserepesért vásárlási utalvány jár. Így szeretné a szemétszállítással megbízott megyei cég elérni, hogy ne az utcán maradjanak a fenyők az ünnepek után, hanem megfelelő helyre kerüljenek. Van, aki becsomagolta, de van, aki csak kitette a leszedett karácsonyfáját januárban. Néhány hétig az otthon dísze, majd a szemét közzé kerül a fenyőfa. A hulladékszállítása megbízott megyei vállalat idén is meghirdette a karácsonyfa akcióját, amelyről Eberhard Gábor, a társaság ügyvezetője beszélt 35 perc című műsorunkban. Ez évi karácsonyfa akciónak két külön ága van, az egyik pedig az, hogy a leszedett karácsonyfát, azt az eddigi úgymond hagyományok szerint átvesszük és sorsjegyre adunk érte, de külön sorsjeggyel és vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk azt, aki egy töves fenyőt hoz be karácsony után, mint leszedett karácsonyfát. És éppen azért hirdettük ezt meg úgymond ideje korán, hogy már aki most azon gondolkozik, hogy milyen fenyőfát, műfenyőt, vágottat vagy töveset vegyen, az ennek figyelembevételével tudjon dönteni, hogy amennyiben töves fenyőt vásárol és az karácsony után leszedve behozza a Kerék utcai vagy a Korányi utcai hulladékudvarunkba, akkor 4000 forintos vásárlási utalványt tudunk érte cserébe adni. A vásárlási utalvány összegét a Nyír VV Kft. És az EA Kft. Biztosítja, az akcióban Nyíregyháza megyei jogúváros is részt vesz, és az így begyűjtött karácsonyfák, illetve akkor már fenyőfák, ezek szakszerű gondozás mellett a tavasz folyamán a Bújtos ligeten kerülnek kiültetésre. A vállalat vezetője azt mondta, az a tapasztalatuk, hogy van igény az ilyen akciókra, mert sokan nem tudnak mit kezdeni a letisztított fenyővel. Minden egyes fenyőért egy sorsjegy jár. Több száz leöltöztetett karácsonyfát hoztak már be, ezek vágott fenyők voltak a korábbi évek során, sőt volt olyan, aki ebbe valamilyen szintű kedvét lelte, mert több százat hozott be. Lehet, hogy összegyűjtötte még az utcán. Így van, összegyűjtötte mindenhonnan és behozta. Ugye minden egyes fáért adunk egy sorsjegyet, amivel utalványt lehet majd nyerni. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez igenis egy pozitív akció. Ezek a így leszedett és behozott karácsonyfák nem az útszélén kallódnak itt-ott-tamott, hanem rendezett körülmények között egyszerre kerülnek begyűjtésre, illetve nem utolsó sorban ezek a hulladékkezelő telepünkön a később komposztálásra kerülnek. A sorsjegyek sorsolását természetesen Vízkereszt után január 15-én tartják a nyíregyházi Kerék utcai hulladékudvarban. Ózadíjat kapott Tóth Károly, a Móricz Zsigmond Színház színművésze, aki közel 40 éve áll a világot jelentő deszkákon. A Gobbi Hilda által alapított Ózadíjat minden évben kiosztják a szakma által az évad legjobb epizód szereplőinek választott színészeknek. Ez a foglalkozás. A többi szerepen behogy tudni illik szakácsnak, vagy udvari nevelőnek álló, csak álltam, hogy segíthess. Hogy aki bajba jutott, ne maradjon pácban. Minden jutott vagyok. Lótok, futok, szaladok, ha kell, alakot váltok, a legkisebb zubba is megbújok, figyelek, fülelek, szagolok, és ahol megorrontom, hogy valaki bajba van, na ott segít. Nem csak a Hamupipőke című előadás Aliodoro nevű figurájára igaz mindez, de magára a színművészre, Tóth Károlyra is, aki valóban mindenütt ott van, hogy segítsen közel 40 éve a Móricz Zsigmond Színház színpadán. 1982-ben szerződött csoportos szereplőként Nyíregyházára az akkor még Bozóki István vezette társulathoz, amelynek kisebb megszakításokkal azóta is oszlopos tagja. Egyedi karakter megformálásain generációk nőttek fel, és a felnőtt közönség is számos emlékezetes alakítására emlékezhet a színpadi figuráktól, az olyan tévésorozatokig, mint a Kisváros vagy épp a Doktor Balaton.
A kollégák és a közönség elismerése mellett Tóth Károly színművészt idén a rangos szakmai elismerést jelentő Óze díjra jelölték, ami saját bevallása szerint meglepetésként érte. Fölhívtak a Magyar Színházi Társaságtól a Vajda Márta ügyvezető titkár, hogy szeretettel várnak december 13-án az Óze díj átadására, és nem értettem a telefonba, és visszakérdeztem rá, hogy ne haragudj, nem értem, hogy hová kell, vagy mi ez. És akkor ő elmondta, hogy az Óze díj, amit Gobi Hilda alapított 1987-ben halála előtt, amit epizód színészeknek adnak ki minden évben, egy budapesti színésznő színész, és egy vidéki színésznő színész. Jaj, mondom, most már akkor rendben van, tudom mi ez, értem, és hogy szeretettel várnak engem. És én megkérdeztem tőle, hogy hú, hát ez szuper, és hogy milyen minőségben. És ő visszakérdezett, hogy szerinted? Az 58 éves színművész gazdag életpályája során számos rendezővel és színész kollégával játszott, leggyakrabban karakterszerepeket. A színművész számára az egyik legkedvesebb a 2019-ben Göttinger Pál által rendezett Tengeren című előadás volt, amelyben, ahogy fogalmazott, egy szerepálma valósulhatott meg. 2020-ban a Móricz Zsigmond Színház társulata Tóth Károlynak ítélte a Móricz díjat, aki számára azonban ez a mostani Óze díj az első, rangos országos elismerés, amelyet a színház vezetősége terjesztett föl a szakmai zsűrinek. És akkor jöttem be, találkoztam a főrendezővel, az igazgatómmal ma, és majdnem sírva öleltem meg, hogy megköszönjem, mert hát tudod, gyakorlatilag közel 40 éves pályámon ez volt az első olyan díj, amit nem a kollégák, nem a közönség, hanem a színház terjesztett fel, vagy javasolt. Az Óze díjat az előző évben ugyancsak a Móricz Zsigmond Színház egyik társulati tagjának, Horváth Margit színművésznőnek ítélte a szakma. Langyos, meleg, már megint hideg. Tóth Károlyt legközelebb a Cseresznyés kert című Csehov drámában láthatja a közönség a színház kamara színpadán. Na végül, állítom! Péntektől emelkedik a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 6 forinttal. Ez az emelés vélhetően megjelenik majd a kiskereskedelmi árakban is, de az érvényben lévő szabályok szerint 480 forintnál drágábban nem lehet adni a 95-ös benzin literjét. A gázolaj ára most nem változik. Hét kiemelkedő munkát végző testnevelő tanárt díjazott a Magyar Diáksport Szövetség. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat és a szövetség 2014 óta dolgozik együtt. A díjjal a járvány idején elvégzett pedagógiai munkát ismerték el. A Magyar Diáksport Szövetség 2014-ben fűzte szorosabbra szakmai partnerségét a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzattal. A cél az volt, hogy a korábbinál sokrétűbb, hatékonyabb utánpótlás képzést alakítsanak ki a megyei iskoláiban. Ezúttal a közgyűlés idei utolsó ülésén díjazták a legsikeresebben dolgozó testnevelő tanárokat, akiknek a koronavírus megjelenése óta új munkamódszerek szerint kellett dolgozniuk. A testlélek szellemnek a pallírozása minden tekintetben szerintem nagyon fontos dolog, és ebben a tekintetben a WHO-nak is van egy ajánlása, hogy napi 60 percet kéne az iskoláskorú gyerekeknek mozogni, most ebből most minden 10 gyerekből egy. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz arány, és ebben a tekintetben nagyon nehéz volt az iskoláknak és az iskolákban tanító testnevelő pedagógusoknak is a munkája az elmúlt időszakban. Ezért is kell, én azt gondolom, elismerni azokat a szakembereket, a pedagógusokat, akik kiváltképpen nagyon sokat tettek azért, hogy ebben az időszakban is napi szinten mozgassák, sportoltassák a gyerekeket, mert nagyon-nagyon fontos volt az ő munkájuk. Baracsi Endre, a Megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület elnöke arról beszélt. Az elmúlt másfél évben az eredményesség másodlagos volt, a testnevelő pedagógusok azonban ebben az időszakban is lelkiismeretes munkát végeztek. Nagyon büszke vagyunk arra a munkára, és itt nem csak a díjazott testnevelőkre gondolok, hanem minden testnevelőre, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében teszi a dolgát. Nagyon büszkék vagyunk erre a teljesítményre, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a Magyar Diáksport Szövetséggel együtt pontosan azért hozta meg ezt az együttműködési megállapodást, hogy ezáltal is hangsúlyozza azt, és lényegében elismerje ne csak erkölcsileg, hanem anyagilag is azt a kiemelkedő teljesítményt, amely a diákolimpiai rendszerben végzett kiemelkedő teljesítményt díjazza. Az eredményességi kitüntetésben részesülő Vajda Tamás az általános testnevelés órák mellett
Fiatalok tucatjaival ismertette és szerettette meg a kosárlabdát a megyeszékhelyen. Több mint 25 éve tanítok és foglalkozom kosárlabdával. A kosárlabdát még Nagykállóban kezdtem el, amikor elvégeztem a főiskolát. A Bessenyei György tanárképző főiskolán végeztem földrajztestnevelés szakos hallgatóként, és utána kosárlabdával kezdtem el foglalkozni. Ott még lányokkal értünk el sikereket, és rá egy 5 év múlva kaptam egy lehetőséget, hogy Nyíregyházára az akkori 2-es számú gyakorló általános iskolával jöttem testnevelőnek és kosárlabdaedzőnek. Most már ugye Nyíregyházi Apáczai Csere János általános iskola is, ami a neve. A közgyűlésen díjat kapott még Tóth János László, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola és a Bethlen Gábor gimnázium és általános iskola korábbi pedagógusa, Siposné Balog Anna, az Apagyi-Zrínyi Ilona általános iskola, Kazamér László, a Vásáros-Naményi Ötvös József általános iskola, Kósa György, a Pátrohai Móricz Zsigmond általános iskola, Csoma Ferenc, a Szatmár Csekei Kölcsei Ferenc általános iskola és alapfokú művészeti iskola, valamint Lakatos László, a Szabolcs-Bákai dr. Kozma Pál általános Szabolcs-Bákai tagiskolájának testnevelő tanára. December 15-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, legközelebb csütörtökön este jelentkezünk a legfrissebb történésekkel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerda este borult lesz az ég felettünk, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, általában 1 és 3 fok közé hűl le a levegő. Csütörtökön borult idő várható, néhol kisebb csapadék is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és 4 fok között valószínű. A hétvégén változékony idő várható, fagypont körüli hőmérsékletekkel.